az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőségnek te, Istenünk. Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle: Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Ő így válaszolt: törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót. Ti kintrekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón. Uram, nyisd nekünk ajtót! Erre ő azt feleli nektek: nem tudom, honnan vagytok. Akkor ti bizonygatni kezditek: veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál. De ő megismétli: nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A mai evangéliumnak szeretném az élét megmutatni. Amikor Jézus azt mondja, hogy nem tudom, honnan vagytok, akkor ezt egy kicsit engedjük magunkra. Loyola és Szent Ignác tanítja azt, hogy időnként szánunkról időt egy olyan elmélkedésre, ami nagyon fájdalmas és magrendítő, hogy mi van akkor, ha én az utolsó ítéleten azt fogom hallani az Úrtól, hogy elkárhoztam, pokolra kell jutnom. Természetesen ez nem egy ilyen önmarcangolás, ez nem valami beteges önvád. Minden elmélkedés lényege a Krisztushoz való közelebb kerülés, az, hogy megismerjük jobban az ő szívét. Ennek eszköze egy ilyen elmélkedés. Azt mondja Jézus egy-egy beszédében, például az öt balga szűz és az öt bölcs szűz, hogy amikor megérkeznek a balga szüzek, késve, nem időben, akkor azt mondja nekik a vőlegény: nem ismerlek benneteket. Most is hasonló hangzik el: nem tudom, honnan vagytok, távozzatok tőlem, mint ti gonosztevők. Azt mondja Szent Pál apostol, hogy nem kell magunkat elítélni, majd az Úr ítél meg bennünket. Önmagáról mond egy ilyen mondatot, hogy nem az én dolgom az, hogy elítéljem magamat, majd az Úr ítél meg. Igaz, hogy nem tartom magamat semmiben bűnösnek, de ez még nem jelenti azt, hogy
én igaz vagyok. Ma kell várnunk mindannyiunknak az Úr ítéletét magunkkal kapcsolatban, de most egy picit álljunk bele abba a szerepbe, amikor valaki odajön Jézushoz, és azt mondja neki, hogy veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál. Álljunk bele ebbe a szerepbe, hogy most én vagyok az, aki Jézussal együtt öttem, ittam, hallgattam a tanítását, mégis valami miatt azt mondja nekem a Mester, hogy igazából azt se tudja, hogy én ki vagyok. Most hogy lehet ez? Hogyan alakulhat ez ki? Nézzünk erre egy példát a családi életből. Nagyon sok válás történik, ismerjük ezt a szomorú jelenséget. Éppen tegnap az autóban hallgattam egy hangos könyvet, Gary Chapman, nagyszerű amerikai körösztény családterapeuta, Egymásra hangolva című könyvét hallgattam, Süveges Gergő felolvasásában, nagyon szép kiadvány. Öt szeretett nyelv a házasságban, ez az alcíme ennek a könyvnek, hogy Egymásra hangolva. És hát nagyon megrendítő volt, amikor arról beszélt, hogy Amerikában a házasságok 40%-a válással végződik, utána akik második házasságot kötnek, azoknak a második házasságoknak a 60%-a végződik válással, a harmadik házasságnak pedig a 75%-a. Magyarul minél inkább próbál egy új házasságot kötni, abban a reményben, hogy most sikerülni fog, most megtaláltam az igazit, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az se fog sikerülni. És ez miért van? Azért, mert igazából ez a két személy, férj és feleség, nem ismerték mag, nem tanulták mag, egymás szeretett nyelvét beszélni. Ezt tanítja ez a kiváló előadó, hogy minden embernek van egy elsődleges szeretett nyelve, és ő azon beszél. És amikor például valaki úgy nő föl, hogy őt mindig magerősítik elismerő szavakkal, és kisgyermekként picit mondhatnánk, hogy ez lesz számára az anyatej, hogy ma dicsérik, szép vagy, ügyes vagy, okos vagy, akkor ezen a csatornán köröztül fogadja be azt a valóságot, amire szüksége van. Az elfogadásra, a biztonságra, a magbecsülésre, ami egyben egy szóval a szeretet. Mindenkinek van egy szeretet tankja. Ez a szükségletünk, hogy szeressenek. De nem akárhogyan. Van, aki egyáltalán nem szereti, ha magdicsérik, és elismerő szavakat mondanak neki. Valami miatt ez gyanúsnak tartja. Ő inkább azt szereti, hogyha segítenek neki. Ez is egy másik szeretett nyelv. Most nem akarok belemenni ebbe a tanításba, nagyon szép és gazdag, és végül is nagyon egyszerű. A lényege az, hogy én nem akkor szeretem igazán a másikat, hogyha azt adom neki, ami nekem tetszik, hanem azt adom neki, ami neki jó. Saját példával érzékeltessem ezt, és azt hiszem, ez már elég lesz, hogy
nagyon sokáig, amikor hazamentem és vittem ajándékot apámnak, anyámnak, bátyámnak, akkor mindegyiknek könyvet vittem ajándékbe, éveken keresztül. Ugye most már több mint 16 éve, 20 éves korom óta, hogy eljöttem onnan arról a vidékről, az Alföldről, ugye 2 évig voltam Szegeden magyar szakon egyetemista, az érettségi után, és abban a 2 évben azért még úgy viszonylag otthon voltam, sokkal többet. 20 évesen beléptem a szemináriumba, és már nagyon ritkán jártam haza, de amikor hazamentem, vittem valami ajándékot. Születésnap, névnap, karácsony. És mindegyiknek könyvet vittem ajándékba. Miért? Mert én gyerekkorom óta nagyon szeretek olvasni, könyvmoly vagyok, tele van az asztalom könyvekkel, amikre sokszor csak a szemem kívánja, és nem jutok odáig, vagy mást olvasok, vagy csak belekezdek, de mindegy, ez az én kis világom. És hát önkéntelenül is ezt vittem nekik ajándékba. Mind a háromnak. És egyszer így jó pár év elmúltával, tulajdonképpen nem is tudom, 8-10 évig csináltam ezt a dolgot, anélkül, hogy ők, a családtagjaim erre bármit mondtak volna, míg nem egyszer csak leesett, hogy hát apám el se olvassa a könyveket. Én nem szeret olvasni. Persze megköszöni, örül neki, de nem ez az ő világa. És amikor ez így leesett nekem, hogy én akkor szeretem őt, ha azt viszem neki, aminek ő örül. És akkor gondoltam, hogy veszek neki egy nagy rút kolbászt. Ú, de örült neki, össze-vissza puszilgatott. Na és akkor így figyeltem, hogy ő minek örülne. És igazából ez a dolog, ami nem történik meg sok esetben a párkapcsolatokban, vagy akár a barátságokban is, vagy bármilyen emberi kapcsolatban, hogy nem történik meg a másiknak a magismerése, vagy azért, mert az én oldalamról van egy felületesség, egy önzés, magam körülforgás, és nem érdekel a másik, nem vagyok rá kíváncsi. Vagy azért, mert az ő oldalán van ez a távolságtartás. Lényeg az, hogy valahogy nem cserélődnek ki a szívek, nem cserélődik ki az érzés egymás magismerése, és emiatt ilyen sablonokban, sémákban gondolkodunk a másikról, mindig elvétjük azt, aminek ő örülne, pedig egyébként lehet, hogy szeretjük, lehet, hogy fontos nekünk, hát így indul általában minden normális házasság, hogy ezért van a kapcsolat kezdetén szerelem, és elfogadás, és a másikért rajongás, csak a szerelem állapota után nem indul be valami miatt egy tudatos tanulás kemény munkával annak a folyamatnak, hogy én megtanuljam szeretni a másikat az ő nyelvén. Visszatérve még az apámmal való kapcsolatra, hogy nem csak az volt a kulcs, hogy megértettem, hogy neki nem könyvet kell vinnem, hanem kolbászt, hanem az is, hogy megértettem azt, hogy ő mindig anyámmal azon vitatkozott, hogy anyám miért nem megy neki segíteni. Tehát apám olyan volt, hogy semmit nem tudott egyedül csinálni. Egyébként erős ember volt, meg sok mindenre képes volt, de ez volt az ő szeretett nyelve, hogy neki segítsenek. A közösen végzett munka, az is egy szeretett nyelv. Ha valakinél ez az elsődleges, és neki nem segítenek, akkor végtelenül elveszettnek, magányosnak érzi magát. Engem senki se szeret. Nem segítenek kivinni az asztalt. Pedig csak egy picike asztal, egy erős emberről van szó, aki egyedül is ki tudná vinni. De valami miatt gyerekkorában így alakult ki az ő személyisége, hogy ő akkor érzi szeretve magát, ha így figyelnek oda rá, együtt viszik ki vele azt a kis asztalt.
De most az történik, tehát, hogy a házasságokban, aztán visszatérek nyilván az evangéliumhoz, hogy nem tanulják meg egymás szeretet nyelvét beszélni, hanem csak a sajátukon beszélnek, mintha összeházasodna egy kínai meg egy magyar, és nem tanulnak meg egy közös nyelvet, vagy a másik nyelvét, hanem az egyik kínaiul beszél, másik magyarul, és még ha rajonganak is egymásért, egy idő után nagyon kellemetlen lesz a dolog. Most térjünk tehát vissza az evangéliumhoz. Ugye azt mondja Jézus, hogy nem tudom, honnan vagytok. Jézus ezt nyilván nem úgy mondja, hogy amikor mondom ezt az elmélkedést, hogy belehelyezzük magunkat a pokolba, képzeletben, ezt nem úgy mondja Jézus, hogy utállak, elegem van belőled, végre magátkozhatlak, végre távol leszünk egymástól. Én nem tudom, honnan vagytok, távozzatok tőlem, mint gonosztevők. Nem így mondja Jézus. Jézus ezt a szeretet fájdalmával mondja. Én ezt akkor értettem meg, amikor láttam egy kis aranyos rajzfilmet erről a jelenetről, amikor az öt balga szűz és az öt bölcs szűz története, hogy várják a vőlegényt, és az öt bölcsnek van olaja a lámpáshoz, az öt balgának nincs, mert nem hoztak magukkal. Ismeritek ezt a példabeszédet? Gyakorlatilag ugyanez a lényege, mint itt is, hogy a végén jönnek a balga szűzek, nem ismerlek benneteket, mondja a vőlegény. De és ott úgy van lerajzolva a vőlegény, hogy amikor kijön az éjszaka közepén, mert verik az ajtót a késő balga szüzek, hogy kijön, és nagyon szomorúan néz, magtört arccal, és azt mondja, hogy nem tudom, kik vagytok. Miért nem akarjattatok, amikor hívtalak benneteket? Mert úgy van a történet, hogy jön a vőlegény, és az ő küldötte, körbe kiabálja a várost, hogy itt a vőlegény, gyertek, örüljetek vele! És a balga szüzek, mivel nem hoztak olajat, tehát igazából nem voltak éberek, mert a világosság az ennek a szimbóluma, nem várták igazából, nem készültek elő ünnepi örömmel, ezért muszáj elmenniük olajat vásárolni a lámpásukhoz. A bőrszüzek nem adnak nekik, nehogy nekik sem maradjon. Igazából a hitemet nem tudom odaadni a másik embernek. A szívemben lévő éberséget nem tudom odaadni a másik embernek. Mindenki csak magában tudja ezt kifejleszteni. Így tehát elmennek a balga szüzek, hogy bevásároljanak. És késnek. És azt mondja nekik a vőlegény, hogy nem ismerlek benneteket. Miért nem akkor jöttetek, amikor hívtalak benneteket? És szomorúan a vőlegény visszafordul, bezárja az ajtót. Tehát, hogy miért nem akkor jöttetek, amikor hívtalak benneteket? Vagyis, most én vagyok a pokolban, ez azt jelenti, hogy Jézus szólt hozzám, ő akart engem megismerni, csak én nem hallottam meg, és én nem mentem oda hozzá. Veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál. A felszínen ott voltam Jézus közelében, de a mélységben nem. Mondok erre egy konkrét példát, ami nekem per pillanat most nagyon erős, és hát ebből meg kell térnem, már ha nem térek meg, akkor baj lesz belőle. Ugye fölkelek, hogy imádkozzak, készüljek a napi szentmisékre, és ma reggel is így volt, és éreztem, hogy azt mondja Jézus, hogy 10 perccel hamarabb fejezzem be, éreztem a szívemben, induljak el időben, ne kelljen sietni, kapkodni, ne kelljen késni. De úgy elengedtem a fülem mellett ezt a kis halvány dolgot.
Olyan kis szelíd volt ez a hang. De éreztem, hogy igen, abba kéne hagyni 7:30 az imádságot, és azt a 10 percet nyugodt felkészülés, és induljunk. De nem hagytam abba 7:30 az imádságot. 7:40-ig imádkoztam. Aztán már kapkodni kellett, és a végén nagyon sietni. Persze Jézus nem haragszik rám, de ha én nem hallgatok az ő szavára, akkor az azt jelenti, hogy nem szeretem őt. És Jézus mindannyiunkhoz beszél. Mindannyiunknak mond ilyen pici sugallatokat. Vannak ilyen történetek, és ezek igazak, hogy beszélgetek valakivel, aki már elvált 15 évvel ezelőtt, most egy új házassága van, szeretne beadni egy érvénytelenítést az első szentségi házasságára, és akkor ezt átbeszéljük, ezt az ügyet, és ebből a beszélgetésből kiderül, hogy ő érezte az első házasságkötés előtt, hogy mondja neki Jézus azt, hogy ne menjen bele ebbe a kapcsolatba. De nem hallgatott erre a hangra. Tehát igazából Jézus hangjának a figyelmen kívül hagyása a problémáit, hogy azt mondja, veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál. De azt nem mondják ezek az emberek, és megtörtük a szabadat. Hanem itt véget ér. Magyarul, a tanításodat, a szavadat, amit nekünk mondtál, azt az egyik fülünkön beengedtük 60-nal, a másik fülünkön kiengedtük 120-szal. Ismerjük ezt az érzést mindannyian, amikor mondjuk az van, hogy megyünk a városban, és látunk egy hajléktalant, és érezzük a szívünkben azt, hogy ma kéne állni, adni neki valamit, kicsit figyelni rá, adni neki egy emberi szeretetet. És akkor nem, sietni kell. Nem akarok szóba állni vele, büdös. Ki tudja, mennyit fog letarhálni tőlem. És akkor elfojtjuk a szívünkben azt a hangot, hogy azt mondja Jézus, hogy ma kéne állni és foglalkozni vele. Egyszer történt valami egy nagyon tanulságos eset. Egyik szolgálati helyemen, egy mise után biblia óra volt, de a mise és a biblia óra közötti pici szünetben odalép hozzám egy férfi, és mondja, hogy szeretne velem most beszélgetni. Én meg mondtam, hogy taj, bocs, hát látod, nem beszéltük mag, kezdenem kell a biblia órát, most nem tudok veled beszélgetni. Erre egy mellettem álló nő, aki velem együtt jött volna a biblia órára, így nagyon finoman, szelíden így azt mondja, Péter atya, beszélgess ezzel a férfival, mi addig majd várunk rád, addig mi magunkban imádkozunk, olvassuk a Bibliát. És úgy, ez a kedves női finom gesztus úgy magérintett, és azt mondtam, hogy jó, hát akkor legyen így. Teljesen naívan, ártatlanul azt mondtam, oké. Na, a férfival bemegyünk egy szobába, leülünk beszélgetni. Az első mondata a következő volt. Ha most nem beszélgettél volna velem, öngyilkos lettem volna. Hát, estem szinte. Miért? Mi a probléma? És akkor elkezdtünk beszélgetni arról, amiről ő akart. Megtörtént a beszélgetés, nem tudom, 3-4 óra, kicsit megnyugodott az illető, azóta is életben van, és úgy látszik, hogy az élete gyógyult és jobb vágányra került. A beszélgetés után felmentem a többiekhez, és mondtam annak a nőnek, aki a kis közbenjáró volt, hogy nem mondhatom el, hogy mi volt a beszélgetésben, de nagyon köszönöm, hogy mondtad. És akkor erre mondja az a nő, hogy én láttam a tekintetében annak a férfinak, hogy nagy bajban van.
Én viszont nem láttam. Nem láttam. Ez van. Valami miatt én nem érzékeltem ott. De ez a személy érzékelte. És ő azt mondta, hogy beszélgess most vele. És hallgattam erre a hangra. Most ha ott nem hallgatok rá, és kötöm a zebet a karóhoz, és azt mondom az illetőnek, hogy maga a nőnek, aki ott okoskodott, hogy nem lehet. Csend, rend, fegyelem a katolikus egyházban. Biblia óra elkezdődik időben, ő pedig jöjjön vissza holnap. És így reagálok, az egy élettelen dolog. Tehát Jézus, amikor azt mondja, hogy nem tudom, honnan vagytok, távozzatok tőlem, mintig gonosztevők, akkor ez igazából arról szól, hogy egy tükröt mutat arról, hogy ti élettelenek voltatok. Mivel nem tettétek meg a szavamat, ezért élettelenné váltatok. Jézus szava az élet, és ha az ő szavát befogadjuk, akkor életre kerülünk. Most ezt nem tudom már jobban elmagyarázni, de azt hiszem, hogy elég is. Amen. Isten fizesse meg.